Az okostelefonok ma már az életünk szerves részét teszik ki, ezen tartjuk a kapcsolatot az ismerőseinkkel, ezen olvasunk, jegyzetelünk, netezünk, zenét hallgatunk, filmet nézünk, sorozatozunk, vagy éppen YouTube videókat nézünk, de ma már szinte nincs olyan része az életünknek, amire ne lenne már valamilyen applikáció, ami megoldja az életünket valamilyen formában. Valami a mensi ciklust követi, igyálvizet program, gyereksírás analizátor, kulavizsgáló, vagy éppen a girlfriend manager, ahova beírhatod a barátnőthöz fűződő különféle adatokat, hogy soha ne felejtsd el azokat. Fejlett az applikáció, ugyanis nem csak egy barátnőt lehet beleírni. A telefonhasználat mértékét jól mutatja, hogy egy észak-amerikai kutatásban a megkérdezett emberek 46%-a nyilatkozott úgy, hogy nem tudna élni az okostelefonja nélkül. What? Egy másik kutatás szerint 100% a valószínűsége annak, hogy most egy képernyőt nézel. Ebben a videóban először elképesztő tényeket hozok neked az emberek okostelefon használatáról, aztán megnézzük, hogy hogyan hat az okostelefonod az agyadra. Kinyírja a memóriádat, a koncentrációdat, a hormonháztartásodat, az alvásodat. Ilyesmi, semmi nagy dolog. Végül pedig a telefonfüggőségről fogunk beszélni, és egy teszt segítségével azt is megtudhatod, hogy te mennyire vagy az. Már most csapd ki a komment szekcióba, hogy te miről nézed ezt a videót éppen jelenleg, most milyen képernyőről, laptopról, tévéről, okostelefonról, és hogy te mire használod az okostelefonot, és mennyit egy nap. Így kaphatunk majd egy okostelefon körképet arról, hogy ti, a nézőim, hogyan használjátok az okostelefonokat. Na meg persze azt is írjátok le, hogy ti tudnátok-e élni az okostelefonotok nélkül. És ha már a Játsszuk le csatornáján mit tennél kérdéseket kérdezek a vendégeimtől, tőletek is kérdezek egyet, mit tennél egy hónapig nem használod az okostelefonodat, vagy telefonodat, bármilyen telefonodat, vagy egy hónapig nem fürödhet. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Adis vagyok. A mai videónk témája pedig az okostelefonok és az okostelefonok hatása az agyadra. Következőnek is az elképesztő okostelefon statisztikák, amiket gyűjtöttem nektek, ezek tényleg nagyon brutálisak. Egy átlag okostelefon használó körülbelül naponta 100-szor oldja fel a telefonját és csekkolja le, hogy mi van rajta, az elvetemültek akár napi 900-szor is. Az emberek 40%-a telefonozik a WC-n, 20%-a elismerte, hogy használta már szex közben, és 10%-a pedig zuhanyzáskor. Az embereknek több mint 3/4-e küldött már üzenetet vezetés közben, és a szülőknek 56%-a használt már telefont vezetés közben. Egy észak-karolinai kutatás eredménye az lett, hogy a 11 évesek 48%-ának van telefonja, a 14 éveseknek pedig 85%-ának. A britek 41%-a nyilatkozott úgy, hogy kettő okostelefonja is van, hogyha az egyikkel történik valami, a másikkal még mindig online lehessen. A manhattaniek több mint 42%-a lépett már rá úgy zebrára, hogy fel sem nézett az okostelefonjából, és 2005 és 2010 között meg tízszereződött az ilyen okostelefon okozta közlekedési balesetek száma. Az indiánai egyetemen végzett kutatás szerint a diákok 89%-a tapasztalt már fantomrezgés, mikor nincs ott a telefon, de úgy érzed, hogy rezeg. És a 18 és 24 éves fiataloknak a 80%-a kell és fekszik a telefonjával, tehát azzal ébred és azzal fekszik le aludni. Végül pedig egy átlagos okostelefon 18-szor mocskosabb, mint egy nyilvános WC. Na de nézzük meg, hogy hogyan hat az agyunkra az okostelefonozás. A memória. A túlzott telefon használata memóriánkra is hatással lehet, ugyanis kevesebbet tornáztatjuk az agyunkat ennek köszönhetően. Nem kell megjegyezni a telefonszámokat, helyszíneket, recepteket, teendőket, találkozókat, névnapokat, évfordulót a pároddal, vagy éppen a dugfordulókat. A dugforduló egy olyan fogalom, amivel nemrég találkoztam egy-két hetet, nem is tudtam, hogy létezik ilyen szó, meg ilyen metódus, ez annak a jelentése, tehát annak az évfordulója, amikor először szexeltetek. Nektek van ilyen, és hogyha van, akkor hogy hívják? Nos, az okostelefon miatt nem vagyunk arra rászorulva, hogy a magát az információt tároljuk az agyunkban, csupán az információnak a helyét, az az okostelefonban van az információ, ezt a jelenséget hívjuk memory externalizationnek. Ehhez hasonló jelenség, mikor mennek a turisták, a sok kínai turista és mindent fotó, és meg sem néznek semmit, meg sem jeleznek semmit, magukba sem szívják magát a jelenséget, hogy elraktározzák a fejükbe, mert nincs rá szükség, mert a telefonban úgyis ott lesz. Rapid fire information. Ez a fogalom azt jelenti, hogy az okostelefonok és az internet okozta információs túladagolás miatt az agyunk már nem tudja megkülönböztetni a fontos információkat a kevésbé fontos információktól. Ömlenek az arcunkba a cikkek, a posztok, a hírek, a bejegyzések, a képek, és csak megy ez a töménytelen mennyiségű információ, de egyik sem kerül bele igazán a hosszú távú memóriádba. De nem csak ezek az információk nem kerülnek igazán be a hosszú távú memóriába, hanem a tanulásban is akadályoz, ugyanis elvonja a figyelmedet róla az okostelefon, márpedig a hosszú távú memóriába kerüléshez fókusz
kitartságra és koncentrációra van szükség. Koncentráció. Ha már koncentráció, mondanom sem kell, hogy mennyire gyengíti a koncentrációdat, tanulás, olvasás, munka vagy akármi közben, hogy folyamatosan ott van a telefonod, pittyeg vagy nem pittyeg, megnézed, görgetsz kicsit, stb. Nagyon-nagyon-nagyon gyengíti. Ami viszont durva, hogy a Texasi Egyetem kutatóinak kutatása szerint a telefon puszta jelenléte is gyengíti a koncentrációdat. A diákokkal végzett kísérletekben a mellettük lévő kikapcsolt állapotban lévő telefon is csökkentette a koncentrációjukat, mert az agyuk folyamatosan azon kattogott, hogy úristen, vajon mi történhet a telefonban. Úgyhogy legközelebb, amikor tanulnod kell, vagy dolgoznod, vagy fontos dolgot kell csinálnod, fogd meg a telefonodat, kapcsold ki, és adod a édesanyádnak, hogy dugja el valahova jól. Stressz. Kutatások szerint az okostelefonok növelhetik az állandó stressz szintünket, azáltal, hogy folyamatosan igény van bennünk az online jelenlétre. Ugye minden az interneten történik, mi pedig folyamatosan görgetjük a Facebookot, nézegetjük az Insta képeket, nézegetjük a YouTube videókat és még ezerféle dolgot, és nem akarunk, nem szeretnénk lemaradni semmiről. Kutatások szerint ez a félelem, hogy kimaradunk valami nagy dologból, valami információból, nem írunk vissza valami fontos embernek, stb. Ez egy állandó stressz szintet eredményezhet bennünk. Ébren tart és éjszaka. A National Academy of Sciences-nek a kutatásai szerint az okostelefonok fénye és a különféle ilyen eszközöknek a fénye nehezíti az elalvást, és maga az elalvás is nyugtalanabb lesz. Ugyanis a résztvevők esetében azt találták, hogy csökken ennek hatására a melatonin szint a szervezetükben, ami pedig az elalvásért és az alvásért felelős hormon. A dolog nyitja ott rejtőzik, hogy a szemünkben vannak különféle fényérzékelő proteinek, amik azt csinálják, hogy megnézik, hogy milyen fény van gyakorlatilag, és ez alapján lövi be az agyunk a hormonfröccsöt, ami kell a test. Reggel a kék fény a dominánsabb, ezért olyan hormonkoktél dob ki a szervezetünk, amitől energikusak leszünk, pumpálja az energiát, felébreszt minket és így tovább, este pedig a vörös fények a dominálóak, ekkor szépen olyan hormonokat jutat a testünkbe, amik lenyugtatnak és felkészítenek majd a pihenésre és az elalvásra. Már most ezeknek az eszközöknek a kék fénye az megzavarja az agyunkat, megzavarja a cirkadián ritmusunkat, emiatt lesz nehéz az elalvás, és emiatt lesz nyugtalanabb az alvás maga. A The Reward Feedback Loop. Ahogy az ember képes addikciót kialakítani a cukorral, cigivel, alkohollal, játékokkal, szexel, tanulom magam videókkal. Ugyanígy képes a technológiával is függésbe kerülni, és a telefon függőség egy igen komoly probléma manapság. Na de miért alakulhat vajon ez ki? A dopamin az egyik fajta boldogság hormon a testünkben, arra motivál minket, hogy különféle kellemes dolgokat és nekünk hasznos dolgokat keressünk és tegyünk magunkévá, mint például étel, ital, pihenés, szex, emberi társaság és így tovább, és aztán dopaminnal jutalmazza ezt, és már magát a keresés folyamatát is egyébként. Aztán, amikor megkaparintjuk ezt a bizonyos dolgot, az opioid rendszer okozza az elégedettség érzését, aztán amikor ez lecseng, akkor jön megint a dopamin, és így tovább megy körbe. Hasonló dolog történik az okostelefonokkal, csak itt nem ételt meg italt keresünk, hanem folyamatosan információkat próbálunk, ezért görgetünk, és kapjuk az újabb információkat, és érzünk egy bizonyos fajta elégedettséget. Kivéve persze, hogy ez az új információ az, hogy a párod belájkolt valami ribizli lányt vagy csődör fiúkát. Igen ám, de amíg az ételtől jól lakottak leszünk, addig az információ esetében nincsen fizikai jól lakottság érzés, emiatt egyre nagyobb a keresésnek az igénye, és egyre kisebb az elégedettségnek az érzése, és egyre csak belekerülünk ebbe a loopba, ahol ömlesztjük az információkat, de soha nem vagyunk igazán elégedettek. Social rewarding. Kognitív agykutatók szerint a különböző szociális ingerek, az emberektől kapott ingerek, mint például egy nevető arc, egy baráti ölelés, egy üzenet, vagy bármi, az örömet okoz nekünk, mivel ugye erre hangolt lények vagyunk, az agyunk pedig jutalmazza a különféle szociális tevékenységeket. Azért is lehet borzasztóan addiktív az okostelefon, mert hogy egy folyamatos szociális visszajelzés bomba van ott gyakorlatilag, lájkok formájában, új üzenet formájában, új notification formájában, megjelölés, és így tovább, tehát vége láthatatlan ilyen stimulust kap. Igaz, ezek nem igazi stimulusok, csak ilyen digitális, illúziós stimulusok. A Pew Research Center egy baromi érdekes kutatást végzett, ahol 38 fiatalnak az agyát vizsgálták gyakorlatilag, aminek a fele kifejezett mobilfüggő, a másik fele pedig nem. Az eredmények szerint a mobilfüggő résztvevőknél sokkal nagyobb volt a valószínűsége a depresszió, a szorongás, az álmatlanság és az ingerlékenység kialakulásának. De mi áll ennek a hátterében? Két típusú neurotranszmitter felelős, ezért a GABA és a glutamát glutamin. A GABA nevű neurotranszmitter lassítja gyakorlatilag a neuronokat, míg a másik pont ellenkezőleg könnyíti, felgyorsítja azokat. Gábor, de hívjuk csak GABának, nem egy rossz dolog, mert hogy azt csinálja, hogy blokkolja a neuronokat gyakorlatilag, ami azért jó a nap végén, mert kicsit így lelövi az agyadat, és lehetővé teszi, hogy menj végre aludni és pihenjél.
Igen ám, de a túlzott okostelefon használat megnöveli napközben is a GABA mennyiségét, és nem is akárhol, hanem a limbikus rendszerben, az agy érzelemközpontjában, ami többek között felelős az érzelmek szabályozásáért, a motivációért és a hosszú távú memóriáért, hogy csak párat említsek. Ugye nem kell mondanom, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha valami blokkolja az agyad érzelemközpontját. Emellett a megnövekedett GABA mennyisége a testedben az rontja a koncentrációdat és a fókuszáltságodat, ami tanulásban, munkavégzésben, bármiben csökkenti a hatékonyságodat. És ha ez még nem lenne elég, akkor a Michigani Egyetem kapcsolatot mutatott ki a túlzott okostelefon használat és a narcisztikus viselkedés között, de a kapcsolat milyensége és miértje itt még keresik, az nem egyértelmű. Illetve nem elhanyagolható, hogy az okostelefonok térnyerése miatt a mai Z és Alpha generációs fiatalok már nincsenek arra rákényszerítve, hogy face-to-face, real-life, real-time emberi kommunikációt és kapcsolatot folytassanak másokkal. Ha számba veszük azt, hogy például tipikusan a tinédzserek amúgy is nehezen kezdeményeznek kapcsolatot, és most itt van egy lehetőség, hogy nem is kell egyáltalán személyes kapcsolatot kezdeményezni, mert elég csak pötyögni, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy gyakorlatilag kinevelünk egy generációnyi személyes kommunikációs analfabétát. Ráadásul az új kutatások eredményei azt mutatják, hogy noha a mai digitalizált világunkban sokkal jobban össze vagyunk kapcsolva, mint valaha, minden egyes ember tud kapcsolódni a világ összes többi emberéhez bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között, az eredmények azt mutatják, hogy egyre elmagányosodottabbak egy vagyunk, és egyre inkább egyedül érezzük magunkat. Főleg a fiatal generációnál szembetűnő ez a különbség, akik alapvetően baromi proaktívak a különféle szociális kapcsolatteremtésben. Baromi fontos ezt leszögezni, hogy én nem a technológia ellen beszélek. Én imádom a technológiát, imádom a fejlődést, imádom az újfajta dolgokat, és nem a technológia hibás, itt emberek vannak, akik használnak különféle eszközöket, és ezt rosszul használják, eltúlozva használják, nem megfelelő módon használják. Úgy, ahogy nem a kés hibája, hogy azzal valaki leszúr valakit, nem az alkohol hibája, hogy valaki túl sokat és túl gyorsan isszák meg őket, ugyanúgy nem az okostelefon hibája, hogy mi emberek nem vagyunk képesek megfelelően és megfelelő mértékben és mennyiségben használni azt. Szóval itt nekünk kell megtanulni egészségesen és korlátok között használni mindenfajta tevékenységet az életünkben. Amit tenni tudsz, hogy vegyél ki például egy digitális szabadnapot, amikor nem foglalkozol semmifajta technológiával, elmész a természetbe és így tovább, hogy picit felfrissítsd az elmédet. Kapcsold ki az értesítéseket, hogy ne pötyögjenek állandóan. De ne a Tanulom Magam csatornáról, az menjen! Szervez offline programokat, legyél tudatos a telefon használatodban. Legyél tudatos, nagyon-nagyon fontos. De az ötödik a legfontosabb. Tedd le azt a fucking telefont most! Várj, még nem most, ne teljesen most, még lájkold be a videót és hagyj egy kommentet. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Tanulom Magam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze mondjátok el a véleményeteket a komment szekcióba. Írjátok le, hogy ti hogy álltok az egész okostelefonozással, mennyit telefonoztok, hogyan telefonoztok, mire használjátok, mennyire tölti ki az életeteket, kibírnátok-e okostelefon nélkül, akár egy rövidebb ideig, akár hosszabb ideig, hogy álltok a technológiával és minden ilyen kérdéssel. Látogassatok el a Tanulom Magam Facebook oldalára, a Tanulom Magam Tanulók Facebook csoportjába, a Tanulom Magam Patreon oldaláról, egy kisebb összeggel lehet támogatni a mi kis csatornánkat, illetve az Atis Instagramra, ahol velem kapcsolatban találhattok exkluzív információkat. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!